Idén januárban végzett a víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakemberképzésen Bíró Ildikó. A kutatóként dolgozó hölgy azt mondja, az itt tanult ismereteit jól tudja hasznosítani munkájában. Nekem nagyon jó volt ez a képzés, mivel eddig is a szakmában dolgoztam vízmikrobiológusként, és nem nagyon volt ismeretem a különböző vízkezelési, szennyvízkezelési technológiákról. Ez a képzés mindenképpen jó volt, hogy nem csak elméleti tudást adott ezekről a technológiákról, hanem nagyon sok gyakorlati tapasztalatot hallottunk az oktatóktól. Oktatás. A jövőben pedig újabb hallgatók lehetnek majd elégedettek a másoddiplomás szakon megszerezhető tudással. A Nagykanizsai Kampusz ugyanis idén is meghirdette a keresztfél éves képzést, amire rekordszámban jelentkeztek. 18-an tiszteltek meg minket keresztfél évben indulást tekintve, úgyhogy ez egy nagyszerű szám. Ez azt mutatja, hogy a 4 évvel ezelőtt, illetve 3 és egy picivel több évvel ezelőtt kitalált irányváltás, ami arról szól, hogy folyamatosan meg kell újulni és kell keresni a saját utunkat, ami egyben nagykanizsai specializáció, másrészt a Pannonia Egyetem Nagykanizsai Kampuszának is egy nagy lehetőség. Ez sikeres. A vizes képzés márciusban indul, eddig pedig 40-en szereztek diplomát ezen a szakon.